Tavalyi év decemberében immáron harmadszor minősült a dányi fúvózenekar koncertfúvós kategóriában aranyfokozatúra, valamint show kategóriában kiemelt aranyfokozatúra. Az eltelt évek alatt az együttes a község és a megye kulturális életének aktív tagjává fejlődött. A fúvózenekar történetéről, az elért eredményekről, az utazásaikról beszélgettünk Katrin Zsolt művészeti vezetővel. Az egész történet az onnan indult, hogy 1992-ben dány község önkormányzata elhatározta, hogy létrehoz egy önálló zeneiskolát. Ugye ekkor volt az, amikor az önkormányzatok megkapták a jogot arra, hogy önálló intézményeket hozzanak létre. És a dányi önkormányzat akkori képviselőtestülete úgy döntött, hogy létrehoz egy önálló zeneiskolát. Ugye addig a Gödöllői Frederik Chopin zeneiskolának a kihelyezett tagozataként működött Dányban 3 évig zongoratagozat, és 1992-ben létrehoztak egy önálló zeneiskolát, ezen belül gitártanszakot, zongoratanszakot, illetve fúvós tanszakot hoztak létre, és amikor én ide kerültem 92-ben dolgozni, akkor én kezdtem el a fúvós hangszerek oktatását. Egyelőre abban az időben egy személyben, aztán utána a későbbiekben több kollega is csatlakozott a tantestülethez, és így elindult egy folyamat, aminek az egyik állomása az lett, hogy 5 év után, 1997-ben létre tudtuk hozni a dányi ifjúsági fúvózenekart. Addigra már összejött annyi gyerek, akikkel egy zenekart lehet alapítani, illetve azok a gyerekek, akik akkor már játszottak a zenekarban, akkor már eljutottak olyan szintre a hangszeres tudásukban, hogy le tudjunk ülni, és el tudjunk kezdeni egy olyan zenekari munkát, amit hát az én terveim szerint néhány év alatt, 10 év alatt föl lehet fejleszteni olyan szintre, hogy akár országos szintű megmérettetéseken is részt tudjunk venni. Hát az alap ötlet az volt, illetve az alap koncepció az volt, hogy gyerekek élvezik a muzsikát, hogy jól érezzék magukat, hogy megtanuljanak zenélni, megtanuljanak közösen muzsikálni, és hát igazából így indultunk. Jelenleg hány fővel működik a zenekar? Hát évről évre bővülünk, hál' Istennek, de annyira népszerű a műfaj, hogy kezdetekben, 1997-ben 18 gyerekkel kezdtem el a munkát. Ma közel 70 fővel működik ez a zenekar. Vajon minek köszönhető, hogy a fúvós hangszereket részesítik előnyben a gyerekek, és így ugye részt vehetnek a zenekar életében? Hát mivel a fúvós hangszerek adnak olyan lehetőséget, hogy együtt zenélés, gyakorlatilag akárhányan leülhetünk muzsikálni, az mindig jól szól, hogyha ha tényleg tisztán játszik az együttes, és jól megszólnak a hangszerek, akkor gyakorlatilag mindegy, hogy hányan vagyunk, tehát akár 10, akár 110 vagy 210 is vagyunk, mint ahogy erre már voltak is példák, hogy többen muzsikáltunk. Tehát ha sokan vagyunk, az is jól tud szólni, hogyha jól kezelik a gyerekek a hangszereket. Kezdetben igen, kezdetben azok voltak, tehát a 97-es kezdésben csak dányi tagok voltak. Aztán a későbbiekben csatlakoztak hozzánk a környékbeli településekről. Tehát kezdődött azzal, hogy a szomszéd településen Kókán is működött zeneiskola, és az ottani gyerekek is szerettek volna fúvós zenekarba játszani, és 2002-3 környékén egy olyan 10-12 fős csapat a Kókai zeneiskolából csatlakozott hozzánk. Ezen kívül
A környékbeli településekről, Sűrűsápról is van néhány tagunk, akik azóta csatlakoztak. És hát mivel egyre népszerűbb ez a műfaj itt helyben, tehát a zenészek körében egyre népszerűbb ez a műfaj, ezért még távolabbról is csatlakoztak hozzánk. Tehát jelenleg vannak zenészeink Gödöllőről, Veresegyházról, budapestiek, isaszegiek, stb. Tehát sokan vagyunk. Merre járják az országot, illetve országon kívül is léptek-e már föl? Tehát kezdetben helyben léptünk föl nagyon sokan, tehát a helyi rendezvények, a dányi rendezvényeken léptünk föl nagyon sokan. Aztán később, amikor kialakult egy olyan repertoár, amit már bátran be tudtunk mutatni máshol is, akkor már több helyre hívtak, tehát gyakorlatilag a kezdetekben a környékbeli települések hívtak saját rendezvényeikre. Aztán, ahogy megismertek minket egyre többen, illetve hát egyre több kollégával kerültünk kapcsolatba, országos fesztiválokon is részt vettünk. Volt egy időszak 2003-tól 2008-ig, amikor néhány zenekarvezető kollégámmal úgynevezett Wind Session fesztiválokat szerveztünk, ami arról szólt, hogy ugyanaz a négy zenekar évről évre más helyszínen rendezi meg, tehát gyakorlatilag a saját településén rendezi meg ezt a fesztivált, és akkor minden zenekar bemutatkozik egy fél órás, 40-45 perces műsorral, és a végén egy közös zenélés, közös örömzenélésben veszünk részt, ami arról szól, hogy közel 200 fős zenekar ül a színpadon, és akkor egy nagyon jó hangulatú koncertet adunk a végén. Külföldön is megfordultunk már elég sokszor. 2002-ben volt kettő olyan külföldi utunk. Az egyik dányközség testvérvárosa Gyergyócsomagfal, ami Erdélyben van. Ők hívtak meg minket egy néhány napos kirándulásra, koncerteztünk, egy ünnepségen vettünk részt, és kirándultunk a környék gyönyörű településein, tájain. Illetve Szlovákiában léptünk föl ugyanabban az évben, négy község közös szervezésű rendezvényen vettünk részt. Aztán
A külföldi utak szüneteltek egy ideig, országon belül utaztunk elég sokat, évi 20-25 fellépésünk volt, ebből nagyon sok fesztiválon vettünk részt. Igazából a nyári szünet alkalmával vettünk részt nagyon sok fesztiválon. Volt olyan, hogy hetente más városban léptünk föl különböző fesztiválokon. És hát 2011 volt az az év, amikor sikerült komolyabb külföldi utakra eljutnunk. Az első útunk az 2011 áprilisában volt, amikor Franciaországba utaztunk Gérard Mer város szervezésében egy virágkarnevál, egy Narcisz fesztivál, Narcisz karnevál volt, és ott vettünk részt egy nagyon, hát számunkra nagyon fergeteges kirándulás volt, nagyon jól éreztük magunkat, illetve maga a karnevál az pedig olyan volt, hogy hatalmas élmény volt számunkra, hiszen a helyi műsorközlő elmondása szerint 52 ezer ember vett részt ezen a fesztiválon nézőként, és hát ezen a fesztiválon vonult fel a zenekarunk, ugye a városban, város utcáin egy nagy kört kellett megtenni, és gyakorlatilag ahol jártunk, mindenhol közönségbe botlottunk, mindenhol közönség volt, és hatalmas sikert aratott a zenekar ezen a karneválon. Gyönyörű helyeken kirándultunk. A másik ilyen utunk pedig 2011. szeptemberében volt, amikor Görögországba utaztunk, Szárti városába. Ez egy tengerparti kis halászvároska, halászfalucska. És hát gyakorlatilag ott is nagyon sokat muzsikáltunk, sokat léptünk föl, de ez egy kicsit lazább kirándulás volt, itt nem volt annyira feszes a program, mint mondjuk Franciaországban, ez inkább a pihenésről szólt. Egy hetet töltöttünk ott, minden este felléptünk valahol a valamelyik tengerparti étterem teraszán. Volt olyan, hogy a helyi diszkóban játszottunk éjfélkor, a helyi emberek nagy meglepetésére, de hatalmas bulit sikerült csapni, és nagyon jól érezték magukat a helyiek is. Nekünk pedig ez egy felejthetetlen élmény volt, hiszen egy hét Görögországban, tengerparton fergeteges volt. És ha már fesztiválokon fölépnek, akkor gondolom a versenyzésre is sor került, illetve a minősítő versenyekre. Erről mit tudhatunk? Hát igazából országos szintű versenyen egyszer vettünk részt. Ez 2010-ben volt Balatonföldváron, amikor egy nemzetközi fúvós szervezett egy országos versenyt, ezt is minden második évben megszervezik. Ezen vettünk részt, hát az eredmény az lett, hogy megosztott harmadik helyet tudtunk elhozni. A 20 nem tudom hány zenekarból, ez szerintem elég jó eredmény, és mi is elégedetten tértünk haza. Illetve hát minősítő versenyeken nem vettünk még részt, de minősítő koncerteket saját szervezésben azt már szerveztünk. Ugye a Magyar Fúvós Szövetség előírása szerint minden zenekar 5 évente meg kell, hogy újítsa a saját minősítését. Mivel mi tavaly ünnepeltük fennállásunk 15. évfordulóját, ezért most már harmadszor minősültünk. Az első minősítésünk az 5 éves fennálláskor volt 2003. januárjában. Mind a három minősítésen két kategóriában indultunk, koncertfúvós kategóriában, ami igazából ilyen komoly zenei kategóriának is minősül. A másik kategória pedig a show kategória, ahol egy kicsit könnyedebb, lazább hangvételű műveket adunk elő. 2003-ban mindkét kategóriában aranyminősítést értünk el. 2008 áprilisában volt a második minősítésünk, akkor voltunk 10 évesek. Akkor ugyanebben a két kategóriában, a koncertfúvós kategóriában aranyminősítést értünk el, show kategóriában pedig kiemelt aranyminősítést. És nemrég, december 22-én volt fennállásunknak a 15. évforduló, és akkor a Kókai Sportcsarnokban rendeztünk egy nagyszabású jubileumi minősítő hangversenyt, és ide is meghívtuk természetesen a szakma képviseletében a Fúvós Szövetség által delegált három zsűritagot, és itt is ugye mind a két kategóriában részt vettünk, és
ugyanaz az eredmény lett, koncertfúvós kategóriában 87 ponttal értünk el aranyminősítést, show kategóriában pedig 98 ponttal kiemelt aranyminősítést. A pontszámok azért érdekesek, hogy itt a 100 pontos skála az, amit figyelembe vesznek, és hát show kategóriában a 100 pontos skálán 98 pontot sikerült elérnünk, úgy gondolom, hogy ez egy jó eredmény. Milyen darabok hallhatóak a repertoárjukban? Hát a mi repertoárunk széles. Kezdetben a 97-től számított időszakban nagyon könnyű előadási darabokat próbáltunk tanulni, tehát gyakorlatilag olyan műveket kezdtünk el tanulni, ami a fiatal gyerekek számára megtaníthatja azt, hogy hogyan lehet igazából fúvós zenekarban játszani. Itt nagyon fontos az, hogy az együttzenélésben, ugye, amit az előbb is említettem, az együttzenélésben nagyon fontos az, hogy együtt szóljon minden. Ezt a leginkább úgy tudtuk megvalósítani, hogy könnyű, egyszerű darabocskákat tanultunk meg. Aztán ahogy ügyesebbek lettek a gyerekek, és ahogy egyre jobban játszottak, így próbáltuk egyre nehezebbé tenni a repertoárt, tehát a széles skálát próbáltunk elindítani. Hát itt a történelmi magyar indulóktól kezdve a komoly zenei átiratok, filmzenék, könnyű zenei show darabok, latin számok, tehát van egy félórás latin blokkunk, ahol fergeteges hangulatot tudunk kelteni, és gyakorlatilag ezzel a repertoárral tudunk fellépni bárhol az országban. Igazából itt az előadási darabok nehézségi foka változik az évek során, a stílusok azok általában megmaradnak. A gyerekeknek mi a kedvencük? Természetesen a show kategória. Hát, és ez nem csak a gyerekeknek a kedvencük, hanem a közönség is ezt élvezi a legjobban. De ahogy egyre több olyan muzsikusunk van, akik gyakorlatilag szakirányú iskolákban tanulnak, tehát ők is úgymond zenészek lesznek, tehát hivatásos zenészek lesznek, az ő segítségükkel sikerül eljutnunk odáig, hogy meg tudjuk fertőzni a gyerekeket a komoly zene iránt is, és hát minden koncertünkön igyekszünk minden stílust képviseltetni, tehát minden koncertünkön játszunk egy indulót, egy komoly zenei átiratot, általában egy híres operanyitányt szoktunk játszani. Magyar szerzők műveit nagyon előnyben részesítjük, nagyon szeretjük Hidas Frigyes műveit, minden koncertünkön igyekszünk egy Hidas Frigyes komoly zenei művet is eljátszani. Illetve hát most nagyon népszerű ez a holland-belga zeneszerző páros, Jakob Dehaene, Jan van den Rost stílus, akik fiatal zeneszerzőként írnak kifejezetten fúvós zenekarokra egyre nehezebb, illetve különböző nehézségi fokú műveket. Az ő repertoárából is nagyon sokat használunk. És hát filmzenék, latin muzsikák, átiratok, tehát ilyeneket játszunk. Hát mondom, a gyerekek egyre jobban szeretik a komoly zenét is játszani, és nagyon sokan hallgatnak is komoly zenét, de hát a kedvenc az mindig is a könnyű, latin, illetve a show kategória, az ilyen átiratok, könnyű zenei átiratok. Nagyon nagy szeretettel beszél a gyerekekről is, és a zenekarról is. Hogyan lett szívügye? Hát nekem ez gyerekkori szerelem. 10 évesen kezdtem klarinétozni, és amikor egy éve jártam zeneiskolába, akkor már bekerültem a zeneiskolánk fúvós zenekarába, amit a klarinét tanárom vezetett, és gyakorlatilag nagyon sokáig az volt, hogy a klarinétórák is arról szóltak, hogy a zenekari darabok szólamait próbáljuk megtanulni. És az ő elhivatottsága, illetve az ő varázsa már gyerekkoromban belém itta magát. És hát amikor végeztem a zeneiskolával, és ugye szakirányú iskolába, tehát konziba mentem, ott is egyből bekerültem a fúvós zenekarba. Aztán amikor végeztem a konzival, akkor katonazenész lettem, hiszen a hadsereg, ahol én sorkatonai szolgálatomat töltöttem, ott is volt egy fúvós zenekar, és én közöttük dolgoztam, illetve ott töltöttem a katonai szolgálatot. Gyakorlatilag 10 éves korom óta folyamatosan benne vagyok ebben a műfajban, és amikor ide költöztem Dányba, akkor ugye kiderült, hogy itt fúvós oktatás azelőtt nem volt,
És akkor egy lehetőséget éreztem az iránt, hogy akkor, ha itt nincs fúvós zenekar, illetve nincs fúvós oktatás, akkor majd legyen. És gyakorlatilag az első pillanattól kezdve azon dolgozom, hogy minél több gyereknek megtanítsam ezt a műfajt, és megmutassam a lehetőségét annak, hogy együtt zenélni jó. És hát most már követőim is vannak, hiszen a zenekarban is egyre több olyan muzsikus van, akik ezt a műfajt választják pályájuknak, illetve hát ők is zenészek lesznek, és hát így sokkal könnyebb dolgunk van. Nagyon szép egyenruháik vannak. Vannak-e támogatók, vagy ezt a zenekar saját maga oldja meg? Hát vegyes a dolog, hiszen néhány évvel ezelőtt létrehoztunk egy fúvós zenekar egyesületet a zenekar mellé, és az egyesület elég sok pénzt tud most már arra fordítani, hogy a zenekarnak a hangszerállománya, az egyenruhája szépüljön, bővüljön. De hát mindenképpen meg kell említenem, hogy a főtámogatónk, vagy a Dány Község önkormányzata, ők azok, akik minden ilyen nagyobb projektet támogatnak. Amikor 2006-ban elkészült az első egyenruhánk, illetve az az egyenruhánk, amiben azóta is egyre többet fellépünk, akkor gyakorlatilag a teljes összeget, az egyenruha készítésének teljes összegét fölvállalta az önkormányzat. Illetve hát van egy lemezünk, amit 2003-ban adtunk ki, ezt azért említem meg, mert ennek a lemezkészítésnek is a teljes összegét az önkormányzat állta, és hát nekik nagyon szépen köszönjük, hiszen nélkülük nem csak hogy bővülni, fejlődni nem tudnánk, hanem létezni sem. A jövőre nézve milyen tervei vannak a zenekarnak? Hát ez a január-február az az időszak minden zenekar életében, amikor próbálják megtervezni az egész éves programjukat. Mi is így teszünk, hiszen mivel már nem csak gyerekekkel dolgozunk, hanem azok a zenészek, akik 15 évvel ezelőtt csatlakoztak a zenekar, azok most már felnőttek, és munkahelyeik vannak, dolgoznak, nagyon sok elfoglaltságuk van, és mivel kevés a hivatásos zenész a zenekarban, mindenki más területen dolgozik, elég nehéz úgy összehozni egy zenekari évadot, hogy mindenkinek minden időpont jó legyen. Ezért már ilyenkor január-február környékén elkezdjük tervezni, hogy mi legyen ebben az évben. Hát nekünk ebben az évben olyan terveink vannak, hogy szeretnénk ismét külföldre eljutni. Még nem merek előre semmit mondani. Tervezünk egy külföldi versenyt, amit azért nem részleteznék, mert még egyáltalán nem biztos, hogy össze tudjuk hozni, illetve hát a fő probléma ilyenkor az, hogy a zenészek el tudnak-e jönni, hiszen egy külföldi út az akár egy hetes kirándulás is lehet, és ilyenkor bizony a munkahelyeken közelharcot kell vívni a vezetőséggel, hogy a zenészeket elengedjék. Nyári fesztiválok azért szép számmal vannak, és ilyen lehetőségeink elég szép számmal vannak, illetve hát szeretnénk visszatérni Görögországba, ahol 2 évvel ezelőtt voltunk, talán ebben az évben sikerül újra visszatérnünk oda is. Ha most még nézik gyerekek, akik nem döntötték el, hogy milyen hangszert választanak, miért választják a fúvós hangszert? Hát mert a fúvós hangszer az a hangszer, amin, mint ahogy említettem is, hogy ha két ember játszik, az is nagyon jó élmény, ha 100 ember játszik, az is nagyon jó élmény. És hát akik még nem döntötték el, milyen hangszert választanak a jövőben, azoknak azért ajánlom a fúvós hangszereket, mert ha összeülünk és együtt zenélünk és együtt utazunk, akkor ennek nagyon jó visszhangja van, tehát a gyerekek utólag mindig nagyon nagy élvezettel mesélnek arról, hogy eltöltöttünk együtt 4-5 napot, és ebből a 4-5 napból mondjuk 2 buszon töltöttünk, és hiába utazunk 15-16 órát, fárasztó utazások ezek, de mindig nagyon jó hangulatban telnek, és mindig hatalmas élménnyel térünk haza, akár egy külföldi útról, akár egy hazai fesztiválról, akár egy egynapos dologról, tehát ha reggel elutazunk és este visszajövünk, ezek is hatalmas élmények. Úgyhogy mindenkit arra bíztatok, hogy egészen bátran jelentkezzen zeneiskolába és tanuljon meg bármilyen fúvós hangszeren játszani.